A kaposvári Ripoll-Rónai emlékháznak helyet adó Róma villa, a művész egykori otthonát felújítás miatt bezárták. A gyűjtemény legértékesebb darabjait Szekszárdon állították ki. A Vosinski Mór Múzeumban 9 hétig lesz látható az az időszaki tárlat, amely egy válogatás Ripoll-Rónai József legszebb képeiből. Örömmel hoztuk ezeket az alkotásokat, mert Ripoll-Rónai a mi városunknak a kiemelkedő európai hírű festőművésze, szülötte, aki nem csak a párizsi tanulmányok után hazatérve Kaposváron telepedett le, hanem megújította az egész magyar képzőművészetet, festészetet. Azok a képek, amelyek itt a háttérben vannak, ezek mutatják meg a megújulásnak a jeleit. Egy olyan stílust alakított ki, amelyet ő Párizsban már az ottani művészekkel együtt úgy korszakként teremtett meg, és ezzel a úgynevezett kukoricás stílussal, amely kisebb-nagyobb pöttyökből áll össze, egy olyan faktúra keletkezik a képen, amely összhatását tekintve nagyon dekoratív, és azt hiszem bármelyik mai szalonnak, lakásnak a díszévébe válhat. Nos, ezek a képek kérem szépen több millió forintot érnek, több százmillió forintot érnek, megtalálhatók itt Ripoll-Rónainak a fekete korszakából jellemző néhány kép rögtön a bejárat mellett. Ez még a párizsi időszakot idézi, amely egy sajátos stílust képvisel. Ez még az az időszak, amikor Ripoll-Rónai a nagy magyar és talán legnagyobb magyar festőművész Munkácsinak az inasa volt. És miután úgy gondolta Ripoll-Rónai, hogy a Munkácsit, ha ő inasként szolgálja, festészetét kiegészíti, nem lesz soha önálló stílusa. Ezért kivált ebből a festőcsoportból, és kereste azoknak a fiatal francia festőknek a barátságát, és azokkal egy úgynevezett Nabis-féle festőcsoportot alkotva új stílusokat próbáltak ki. Ebből a korszakból való ez. Ripoll-Rónai, miután hazatért 1902-ben Párizsból, akkor ezt a stílust feladta, viszont azokat a gondolatokat, frissességet, amit ott Párizsban magára szedett, azt tovább folytatta Magyarországon. Elérkezünk 1906-hoz, amikor Budapesten egy nagyszerű, nagyméretű Ripoll-Rónai kiállítást nyitottak, és ez az 1906-os kiállítás során az akkori nagyközönség elkapkodta a rekord áron azokat a képeket, amelyeket kiállított. A kiállított 38 alkotás között szerepelnek olyan művek, mint Bányai Elza fekete kesztyűs, vonzó fiatalságot és gyengéd nőiességet árasztó pasztelportréja, vagy a kertjében különleges finomsággal megörökített ikonikus megyfavirágzás. Segítséget tudunk kérni a Magyar Művészeti Akadémiától, amit meg is kaptunk, úgyhogy óriási öröm, hogy itt lehet egy ilyen kiállítás. Én azt gondolom, hogy a jövőben azt beszéltük igazgatóurral, hogy hát ez legyen a minimum, tehát ne adjuk lejjebb, és ilyen jó kiállításokat hozzunk ide a városba, mert megérdemli ez a város, hogy kicsit nagyobb művészeti élet és egy kicsit fölpesdüljön. Ripoll-Rónait egyébként én nagyon szeretem, én főleg a paszteljeit szeretem igazából, nagyon finom, gyönyörű átmenetek, gyönyörű puhaságok vannak benne, a pasztelban amúgy is egyébként az van, és hát mindig irigykedtem, amikor Kaposváron jártam, hogy na, ott azért milyen, mennyire, mekkora kultusz van, és hogy milyen fantasztikus, hogy mondjam, föl tudták építeni a Ripoll-Rónai kultuszt, ami azt mondom, hogy ugyanúgy nekünk is járna, és mi is tudnánk egy ilyet csinálni, és hát a jövőben megpróbálunk akkor ezen dolgozni, hogy a mi értékeinket, amik itt vannak a városban, ami nem feltétlenül festészet, de van irodalom, van zene, hogy akkor ezzel tudjunk így adni egy ilyen emelt kulturális életet. Múzeum történeti esemény ez a mai nap, hiszen egy olyan kaliberű alkotónak a kiállítását nyitottuk meg,
aki nem csak magyar szinten számottevő, hanem európai, sőt világszinten is a művészetét fontosnak és meghatározónak tartják. És hát ő ugye nem más, mint Riprónai József, aki itt a Dél-Dunántúlon élt Kaposváron, a szomszéd vármegyében. Ehhez az apropót az adta, hogy egyrészt egyfajta folyamatos párbeszéd és egy jó munkakapcsolat a két múzeum között, másrészt pedig a Róma villának a felújítása. A művész mind a négy alkotói korszakából érkeztek festmények. A 19.-20. századi milliót jeleníti meg a tárlat, mely a Vasinszky-Mór Múzeumban december 15-ig lesz látható.